tartan a fölöttnél, de egy kínos sarkon a hölgy, folyamatosan sír. Pillanatok alatt kellett felmérniük a helyzetet a helyszíre érkező járőröknek. Amint kiszálltak az autóból, azonnal látták, hogy valaki a szekszárdi négy emeletes ház tetején kétségbeesetten dölöngél ugrásra készülve. A rendőrök a legfelső emeletre rohantak, ahol az a létra volt, amin keresztül a nő is kijutott a tetőre. Felmásztak, de nem volt könnyű dolguk, mert a magasban vaksötét fogadta őket. Kinyitottam a csapajtot óvatosan, és akkor vettem észre, hogy a hölgy ott van még a tető szélén. Az egyenruhásoknak nagyon kellett figyelniük, hogy ne rémisszék meg az amúgy is kétségbe esett asszonyt. Megpróbáltunk a hang irányába menni, mert olyan sötét volt, hogy konkrétan a hölgyet se láttuk, viszont azt hallottuk, hogy folyamatosan sír, zokog, nem beszél, és megpróbáltunk óvatosan a hang irányába menni, hogy ne halljon minket, ne vegyen minket észre, és gyakorlatilag amikor a hölgy közelébe értünk, akkor odafutottunk, megfogtuk a kezeit, lábait, és akkor biztonságos helyzetben visszahúztuk a tetőtől. Az öngyilkosságra készülő édesanya nem is sejtette, hogy élete legnehezebb pillanatában egyre közelebb kerültek hozzá az őt végül megmentő rendőrök. Ebben a helyzetben egy nem megfelelő mozdulat akár mindhármuk halálát is okozhatta volna, hiszen a nő könnyen a mélybe tudta volna rántani a többieket. Az életmentő járőrök utólag azt mondják, ők nem tettek más, mint amire felesküdtek, vagyis hogyha kell, az állampolgárokat a saját életük árán is megvédik. Szépen lassan haladtunk felé, ön nem vett észre minket, szinte négy kézláb, nagyon lassan haladtunk hozzá, és amikor ilyen 2-3 méter közelségbe értünk hozzá, akkor odafutottunk, közösen bevártam a Tomit, mert ugye én mentem elől, és közösen megfogtuk a kezeit, és biztonságos távolságra húztuk a tető szélétől. A megmentett nőhöz aztán mentőt hívtak. Róla egyébként úgy tudjuk, ha sikerült volna, amire készült, akkor 3 árva gyermeket hagyott volna maga után hátra.